Safety Pro Gimi, 16. rész. Magyar hangok. Széles László, Kis Erika, Nárai Erika, Vicián Ottó, Madarász Éva, Bor Zoltán, Andresz Kati, Hevér Gábor, Rudolf Teréz, Major Melinda, Bolba Tamás, Fazekas István, Epres Attila, Pap János, Halász Aranka, Kocsis Marian, Varga T. József, Nemes Takács Kata. Fényképezte Ron Hagen. Zenét szerezte Todd Hunter. Írta James Lee. Veled mehetek? Igen, persze. Te... köszi. Mit? Hogy foglalkoztál velem az iskolai bulin. Hát emlékszel? Hát, akkor jársz velem? Igen, ha akarod. Nagyon. Ne izgulj majd, de rendezte nem Shirley Barrett. Csak nyugi, öregem. Én hagyjuk, nem tudom, hogy mit képzel ez a ferdeszem. Nyitom! Szevasz. Nem vagyok benne biztos, hogy jó helyen járok. Azt hiszem, igen. Az anyámat keresem. Hát akkor... talán mégsem. A neve Stella Ioannou. Ó, Stella? Igen, Katerina vagyok. Hé, oh. Hé, mama! Kéti, micsoda meglepetés! Mit keresel te? Meglátogatlak. Jaj, milyen remekül nézel ki. Köszönöm. Mr. George Bulos, a lányom Katerina. Jó napot. Örvendek. Én pedig Nick vagyok. Szia. Sajnos most el kell mennem. Átmegyek Rubihoz egy kicsit, majd nem sokára jövök. Szia. Gyere, drágám. Jöjjön csak, vacsorázott már? Nem, még nem. Jól van, akkor tessék, parancsoljon. Mitől ilyen jók a jegyeid? Tanulok. Persze, csak jó az eszed. Nem, sokat tanulok. Nekem olyan sokáig tart egy házi feladat. Rose! Szia, apa! Itt vagyok! Figyelj, nem lenne kedved... Nem tudta, hogy van itt valaki. Jack, az édesapám. Jack Tran vagyok. Szevasz. Éppen tanulunk egy kicsit. Igen, helyes. Szóval segítesz Rose-nak. Á, nem, egyedül is boldogul, most csak éppen a... Csak földrajzból segít. Majdnem mindig övé a legjobb dolgozat. Tényleg tanulunk, apa? Jól van. Akkor nem is zavarok. Köszönjük. Apa azért nem olyan szörnyű. Mit csinál? Hát, tudod, ügyvéd. Szóval egyetemet végzett? Igen. Az nagy dolog. Szóval, mi a baj? Honnan veszed, hogy baj van? Még nincs tanítási szünet. Igen, de hétvégén hazalátogathatok. Miért nem jöhetek el hozzád? Jaj, drágám, dehogy nem. Apád tud róla. Azért hívt fel, és mondd meg neki, hogy itt alszol. Szóljon az iskolának. Jó, majd később. Anya. Visszamész apához? Nem. Annak vége. Jaj, de miért? Már mondtam. Azért, mert nem tisztelem, és már szeretni sem tudom. És te meg én? Ennek is vége? Dehogy. Mindig szeretni foglak. Mindent megtennél, értem? Tudod, hogy igen. Gyere vissza apához. Kéti, most nagyon csúnyán viselkedsz. Megvan a saját életem, és nem megyek vissza hozzá.
feleslegesen töröd magad ezzel. Nekünk a saját életünket kell élnünk. Mm. Hát igen, na persze. Igen. Tessék a teája. Minden rendben van? Nem is tudom. Nézze, ha úgy érzi, hogy időre van szükségük, ez az otthona. Semmi gond. Nyugodtan maradhat még pár napig. Köszönöm, köszönöm, George. Mi a véleménye a lányomról? Nem tudom, helyes lánynak látszik. De féktelen! Olyan nagy szíve van, és ezért mindig bajba kerül. Igen. Azt hittem, hogy egy jó iskola majd használ. Az állandó szülői veszekedés és a gyűlölet nem tesz jót. Nem, biztos nem. De az anya, akinek se pénze, se állása, se lakása, szintén nem. A jó iskola tűnt a legjobb megoldásnak, de lehet, hogy tévedtem. Nézze! Egy lánynak kell az anyja. És kell maguknak egy kis idő. Igaza van. A tessék, vagy a gyere be. Talán szemlem. Igen, bocs, apa. Mikor ment el az osztálytársad? Úgy fél órával ezelőtt. Szóval ő a barátod? Nem is tudom, apa. Ne kérdezz tőlem ilyeneket. Nem találkozhatsz vele. Tessék? Én nem kertelek, kicsim. Ne nehezítsd meg a dolgom. Nem a mi fajtánk. Nem találkozhatsz vele. Apa, nem vagyok már gyerek! Nem erről van szó. Te az én lányom vagy. Igen, és akkor mi van? Rose, megmondtam. De hát még azt sem tudod, hogy milyen. Nem is akarom tudni. De az biztos, hogy a közösségünk soha nem fogadná be. Tehát vége, érted? Miért? Mert ázsiai? Nem. De ez sem javít a helyzeten. Jack ugyanolyan, mint én. Nem. Nem olyan, mint te, Rose. Tehát ne ellenkezz velem. Megértetted? Rose? Utálok libanoninak lenni! Tényleg utálod? Igen, utálom. És miért utálod? Mert akkor az embernek libanoni szülei vannak. Ez már csak így van. Ha fiú lennék, semmi gond, de lánynak lenni kiszúrás. Igen, értem én. Apa azt mondja, hogy ha nem engedelmeskedem neki, kivesz a suliból, és elküld egy libanoni iskolába. Igen, biztos, hogy komolyan beszél. Persze, hogy komolyan. Jól van. Ugye Jackről van szó. De klassz, már mindenki tudja. Ugyan már miről beszélsz, csak én tudom. Igen, Jackről van szó. Tehát apádnak nem tetszik? Nem. De miért? Mit vártál? Nem is tudom. A tanárnő ugye nincs férnél? Nincs. Nem talált olyat, aki az apjának tetszett volna? Nem. A libanoni szülők ugye elég régi módiak. Igen, de ez azért nem olyan egyszerű. Próbáld megérteni, honnan jött az apád. Jó. Jól van, várj egy kicsit, nem véletlen, hogy ilyen. Értsd meg, hogy itt most nagyon régi hitről és hagyományokról van szó, és ez nem hülyeség. Meg kell tanulnod tisztelni és elfogadni őket. Hidd el, Jack most pont ugyanezen megy keresztül a saját családjával. Ezt nem hallgatom! Ugyan már, Rose! Nem, ezt már mind hallottam! Elég volt! Szia! Szia! Milyen korán hazajöttél? Igen. Rubi, ma korábban bezárt. Fogalmam sincs miért. Katerina ma éjjel itt alszik nálunk. Csak ha nem zavarok. Te, ha a főnöknek megfelel, akkor nekem is. Helyes, helyes, mert a te szobádban alszik. Hogy hol?
Igen. Bejöhetek? Igen, persze. Bocs, csak a pizsamámért jöttem. A kis mackódat nem akarod magaddal vinni? Nem. Szóval, ő a barátnőd? Igen. Jodynak hívják. Egész jó. Igen. Mennyi volt már? Micsoda? Barátnőd, biztos volt már egy csomó. Ez miért érdekel? Csak beszélgetni próbálok. Hát, volt már egy pár. És meddig jutottatok Jodyval? Hát ez meg miféle kérdés. Bocs, de a lányiskolában mi már csak így szoktunk beszélni. Hát, semmi között hozzá. Tudod, Nick, csak az a baj, hogy mi nem igen jutunk szexhez ott a suliban. Amikor megkívánjuk, csak lezuhanyozunk, vagy futunk pár kört a sportpályán. Nem borzasztó? Megyek lefeküdni. Jó ét, Nick. Aludj jól. Már órák óta bent vagy. Na mi van? Húzzál már ide kifelé. Pár perc múlva kész vagyok. Mire vársz még? Mi van? Mit piszmogsz? Nem láttál még zuhanyozó srácot? Menj már innen! Hát ez nem igaz. Tűnjél már kifelé. Komolyan mondom. Jó, megyek már. Nem tudnád becsukni az ajtót? Te, Nick, kérsz egy pirítóst? Nem. Ha? Gyerünk már, siessünk. Mi van? Hova rohansz? Nem akarok találkozni valakivel. Kivel? Na esze, igyál egy kortyot, ettől majd rendbe jössz. Szia. Szia. Hát, Gombordino. Katerina. Nagyon örvendek. Én megyek, kiteregetek pár dolgot. Segíthetek? Nagy mosás volt, igaz? Nem. Köszönöm, de nem kell. Biztos? Biztos. Na, viszlát. Ciao. Elárulnád, mi ez? Titkolózol a barátod elvét, igaz? Egyedünk már innen. Szia, Rose. Szia, Jack. Milyen volt az óra? Egész jó. Igen? Hé, Rose, ezt meg hogy képzeled? Kopj le! Nem hozzád beszélek. Gondolkozz egy kicsit, Rose. Ebből nagy baj lehet. Azt csinálok, amit akarok. Szerintem nem. Tényleg? És mit tehetsz ellene? Na, azért gondolkozz csak. Ez kicsoda? Az unokatesóm. És? És azt hiszi, hogy beleszólhat az életembe. De ez nem így van. Hát persze, hogy nem, de ő ezt nem tudja. Vagy hogy nem dolgozik. Ma szabadnapos. Megvan előre a munkabeosztása. Kedveled? Miért ne kedvelném? Mert egy balek, akinek vacakállása van. Katerina! De ez így van! Nick meg egy hülye, nagyképű felfúvalkodó kalap. Képi, hagyd abba! Tudom, hogy mit akarsz, de jól vésd végre az eszedbe. Apád meg én, akármennyire is szeretünk, soha az életben, érted? Soha az életben nem fogunk többet összeköltözni. Nem érdekel, mi van velem? Dehogy nem. Akkor miért töltesz annyi időt egy idegen családdal? Szeretem a munkám. Szívesen vagyok itt, és gondoskodom ezekről az emberekről. Tegnap felhívtam apádat. Nem bízol bennem? Nem, és jó okom van rá, hogy ne bízzam benned, úgyhogy ne jázd az ártatlant. Nem hívtad fel, és nem is tudta, hogy itt vagy. Ellógtál az iskolából nekem, meg hazudtál, te kis pimasz! Katerina! Katie!
Hol van? Ki? Hát Katerina. Itt nincs, az egészen biztos. Pedig már itt kellene lennie. Mi az, hogy már itt kellene lennie? Tudod, még ma reggel fölhívtam is. Fölhívtad? Megbeszéltük, hogy ide jön. Hé, mi a felé csinálsz, öregem? Nyugodjál már meg, kívülj egy kicsit, jó? Mi az, hogy fölhívtad? Mondd meg, hogy miről beszélsz. Otthon ül egyedül, gondoltam, hogy átjönne, találkozna a srácokkal, szórakozna, meg minden. Hát te egészen hülye vagy. Mi? Te, nyugi, gondolkozzál, jó? Már késő, ha. Szóval eljöttél, hát, tudtam, hogy ezt fogsz átverni. Szia. Jody. Ez a csaj a világ legjobb hamburger szakácsa. Te tisztára dír is vagy. Szóval ő Katerina, Stella lánya. Szia. Aha. Szia. Na, nem is olyan rossz. De nem ám. Na, csak erre tudtok gondolni. Vegyétek le a szem ellenzőt. Ha tudod, errefelé engem az emberek tisztelnek. Nincs valami jobb zenétek? Na, biztos van itt valami normális zene is. Válasz egyet. Szóval szereted a zenét? Szeretek táncolni. És jó vagy? Egy pár év múlva az leszek. Értem. Akkor hadd lássuk, milyen jó vagy. Na, mit szólsz a csajhoz? Na, mit szólsz hozzá? Jó, ezzel magát a gácsi, mi? Micsoda mozgása volt neki? Jaj, ne. Ki alszik a szobádban? Az ágyodban. Na, gyerünk! Ez szép volt. Jó veled játszani. Anyu mindig figyelt. Hiányzik az anyukád? Efi. Igen, szörnyen hiányzik. Jó lenne, ha visszajönne. Ne haragudj. Semmi baj, nem a te hibád. Nekem is hiányzik anya. De ott van neked. Nem igazán. Bentlakásos iskolában vagyok, meg apuval, úgyhogy anya veled van. Gyere, költöz hozzám. Persze. Tényleg. Kösz. Te, nincs kedved egyet lófrálni. Meghívlak egy fagyira. Gyerünk. Mit akarsz? Te tök fej. Hello! Jaj, Niki! Beled van, Efi? És Katerina? Hol voltatok? Hol voltatok? Várjunk egy kicsit, én Rubinál voltam. Találkoztál ott Katerinával, vagy szóval, Efivel? Igen! Katerina ott volt, de már nagyon régen elment. Mert elmentek. Igen. Hová mentek el? Fogalmunk sincs. Ott voltak kint, aztán egyszer csak eltűntek. Nem jöttek haza? Nem. És hívtátok a rendőrség? Igen, és a kórházakat is, de semmi hír. Akkor kérem a SUSZ kulcsot. Már körülnéztem mindenhol. Add el ide azt a kulcsot. Igen. És most hová akarsz menni? Hát nézd, én még nem tudom, hát először benézek a... Képzeljétek. Mi van? Efi, nyomás a szobádba, most rögtön. Bocsánat, aggódtatok, nem szóltunk. Legközelebb. Ha tudjátok, hogy késni fogtok, telefonáljatok, hogy ne izguljunk. Istenem. Ezt direkt csináltad? Nem.
Egy buta tyúk vagy. Ennek meg mi baja van? Tűnés a szobádba, de gyorsan! Szállj le rólam, Paul! Ne okoskodj tovább, Rose. Rosszabb is történhet. Minél rosszabb, Paul? Jack, mi történt veled? Egy kis baleset. Ne hazudj, Jack! Halljam! Az igazat! Tényleg, elestem a bicajjal. Miért hazudsz nekem? Miért? Életveszélyes velem járni. Életveszélyes. Tehát mi történt veled? Oh, elcsíptek, amikor kiléptél Rose ablakára. Mi között hozzá? Miért kötözködsz? Hagyd már, Nick. Miért hagyjam? Kopd már le, haver, nem akarja, hogy beavatkozzunk. Miért, Rose? Miért kell elhallgatni? Na, csak bemostak neki, mert Vietnám. Te ezt nem érted! Ön nem mond. Akkor miért? Nem számít, érted? Nem hiszek neked. Figyelj, baleset történt. Ha megtudják az igazat, háború lesz. Ha kik tudják meg? Az övéi, Con. Tehát baleset volt. Maradjunk ebben. Rendben. Szia, hogy vagy? Szia. Bocs, hogy késtem. Ugyan, semmi meg van. Kellett várnom, hogy apa elmenjen. Egy kicsit később indultam el. Bocs. Bemutatlak a nagybátyámnak. De Jack, én... Ne izgulj, tetszeni fogsz neki. Meglátod. Gyere, okay. Nyugi. Jó este, Rossi. Jó este. Jó este. Rend bácsikám, ő pedig Rose Malouf. Örvendek. Én is. Mi készül? A vacsoránk kutya. Tessék? Kutya. Vicceltem. Egy csónakkal jöttünk el Vietnámból. Képzelheted, 40-en összezsúfolódva, 5 napig. Apa építette a csónakot. Szörnyű volt, jöttek a kalózók. De nem olyan koponyás zászlós. Szóval ezek a kalózok átjöttek a csónakunkra, és nőket erőszakoltak meg. És... Tényleg? A bácsikámnak pedig, akit most láttál, meglőtték a lábát, ezért még most is egy kicsit sántikál. Azután megérkeztünk Malajziába, ahonnan a keresztény egyház segített tovább jönni Ausztráliába. Értem, nagyon örülök neki. Igen, én is. Azért tanulok olyan keményen, hogy én is segíthessek másokon. Hogyan? Nekem is segítettek. Az egész családomnak. Orvos szeretnék lenni. Igen, orvos. Tessék, jó itt vágyat. Köszönjük. Jaj, de jó. Szuper. Na. Ezekkel fogunk enni? Még soha nem használtad? Nem. Tessék, fogd meg. Balkezes vagyok. Tényleg? Jól van. Na, tesz jó pofa. Így fogd, szorosan. Hazajöttél? Apa! Ki van veled? Értem. Csak elmentünk a nagybátyja éttermébe. Menj a szobádba. Nem. Megkértelek, hogy ne találkozzatok. De te elmentél vele, és még későn is jöttél haza. De csak elmentünk. Menj a szobádba. Beszélni akarok a fiatal emberrel. Mi történt a szemeddel? Tudja azt maga jól. Nem tudom, Jack. Nem kell, hogy elhidd, de soha nem jutna eszembe, hogy összeveresselek. Ne gondold, hogy vadállat vagyok.
Fél életemben az erőszak áldozatait védtem. Ellenzem a fizikai bántalmazást. Te most a saját bőrödön tapasztaltad, hogy milyen. Tudod, léteznek forró fejű emberek is. Ha ezek bedühödnek, bajt okoznak. Ez most fenyegetés? Csak arra kérlek, hogy gondolkozz. A lányommal való kapcsolatod rengeteg bajt hoz mindkettőnk közösségére. Jack. Úgy kérlek, mint férfi a férfit. Légy szíves, hagyd békén a lányomat. Ne haragudjon, de ezt nem fogom megtenni. Mi is miről? Az éjszaka kellős közepén. Jó van, na ne üvöltöz már. Mit akarsz? Nem is tudom. Mindenki utál, és én nem tudom, mit szúrtam el. Hát tudod, eltűntél Effivel, és nem szóltál senkinek. Szerencsét, hogy apám nem hajított ki. Úgy bánt. Hát, megértem. Annyira bánt. Nem tudom, miért csinálok ilyeneket. De figyelj, most inkább le kellene feküdnöd, nem? Hát persze, ez nem a te bajod. Miért érdekelne? Nem erről van szó, csak hát... Katerina? Tessék! Jól vagy? Bejöhetek? Te, figyelj, hidd el, senki nem utál téged. Te sem bírsz engem. Ugyan már, ez nem igaz. Tényleg nem? Hát, nem egészen. Kösz. Amikor közeledni próbálok, te ellöksz. Jaj, dehogy, ne mondj ilyeneket. De így van, mindig ez történik. Most miért csinálod ezt? Na, hagyd már abban, nyugodj meg. Miért sírsz? Jól van, nyugi, jó. Próbálj megnyugodni, jó? Nincs semmi baj. Jó, ne sírjál. Jó, hé. Szállj le rólam! Micsoda? Szállj le rólam, azonnal! Te hülye vagy? Teljesen hülye vagy? Szállj le rólam, Nick! Teljesen megnyugodtél! Mi csináltál? Bejött ide hozzám, és zokogott.
Érted? Megpróbáltam megvigasztalni. Tehát ő jött be hozzád. Pontosan, ő jött ide. Akkor mit kerestél te az ő szobájában? Ki volt borulva? Visszament? Mit tehettem volna? És ezután ő behívott a szobájába. Nem egészen. És ha nem, akkor mi van? Mondom, hogy zokogott! Kiment, és én meg utána mentem! Csalódtam benned. Miért nem hiszel nekem, mi? Miért nem nekem hiszel? Elárulnád, hogy akkor miért sikítozott? Mert dél is a csaj. Komolyan mondom, valami baja van. Vagy nem tudom. Ez nem jó kifogás. Mi az, hogy nem jó? Tudod te, hogy mi az, ami nem jó? Na, tudod? Mi? Az a nem jó, hogy most hallgatnom kell itt a szemrehányásaidat. Ő miatta. Ez az, ami nem stimmel. És most elmegyek innen, és nem jövök vissza, amíg ő el nem megy. Jó? De te hiszel nekem, igaz? Igen. Azok után, amit Rubinál láttam, persze. Csak azt szeretném tudni, mi a fenéje csinálja. Pedig egyértelmű. Kösz. Hogy érted? Azt akarja, hogy Stella elmenjen. Miért akarná ezt? Azért, mert fél. Ti vagytok Stella új családja. Megpróbálja tönkretenni, érted? Hogy Stella visszamenjen az apjához, hogy újra együtt legyenek. Stella nem akar hozzá visszamenni. Igen, tudom. De azért én megértem, mert amikor a szüleim elváltak, én is ezt csináltam. Mi történt? Hát, rengeteg bajt csináltam. De végül rájöttem, hogy hiába. A szüleimet úgysem tudom összehozni. Akármit is teszek. Na, hagyjuk. Beszéljünk valami másról. Nem akarok erre gondolni. Annyira zavarban vagyok. Ugyan, George, semmi oka, hogy magát vádolj. De igen, van. Nick az én fiam. Biztos, hogy nem ment túl messzire. Mi az, hogy nem ment túl messzire? Ott volt Katerina hálószobájában. Hát igen, ez történik, amikor egymás közelébe kerül két kamasz. Ne haragudjon, de azért elvárhatunk egy kicsit több önuralmat. Az nem jutott eszébe, hogy esetleg Kéti kezdeményezett. Ugyan, dehogy is. Különben is ez nem lehet mentség. George, maga nagyon kedves mindkettőnkhöz. Ugyan már semmiség. De mi holnap elmegyünk. Figyeljen! Meglátja, rendbe hozzuk az egészet. Meglátja, rendbe hozzuk. El kell mennünk. Köszönés nélkül mész el. Szia. Rose. Ez a Jack-féle ügy... Ez nem csak egy ügy, apa. Jól van. De azért azt tudnod kell, hogy nem vagyunk egyformák. Egészen mások vagyunk. Nem, apa. Ausztráliában élünk, ausztrálok vagyunk. De libanoni ausztrálok vagyunk. Ezt nem szabad megtagadni, Rose. Ez nem igazságos. Miért nem járhatok Jackkel, ha szeretjük egymást? Ez nem ilyen egyszerű, Rose. Szeretsz, apa? Igen? Tudod jól a választ. Látod? Ez ilyen egyszerű. Jó lenne. Szia! Szia! Hogy van, Nick? Kicsit kiborult. Ő borult ki. Minden oka megvan rá, nem? Látom, jól az ujja köré csavar téged. Van itt valaki? Nincs senki. Anya vásárolni ment, a Balek Mr. Pulos pedig gürizik. Nagyon piszok vagy mindenkivel. Tényleg. Miért kellett Nickkel is így kiszúrnod? Miért? Ő talán nem szúrt ki veled? Nem tudom, mire gondolsz. Mennyire ismered őt? Elég jól. És nem bánod, ha más barátnői is vannak? Átlátok rajtad. Kérdezd meg tőle, ki Susan? Susan, csak a te agyszüleményed. Tényleg? Ahhoz képest, hogy nem létezik, elég jó leveleket ír. Mindig ilyen undok vagy? Ó, Nick, úgy hiányzik a tested, te mindenkinél jobb vagy. Később még jobb, megmutathatom. Egy szavadat se hiszem el. Bezzeg, Nicknek hiszel. Tudod, nem is olyan régi ez a levél. Fogd be, te kis piszok! Ébredj fel, Jody! Nick tegnap bejött hozzám, még a zuhanyzóban is együtt voltunk. Na, nekem ebből elég volt. Mondd meg Nicknek, hogy puszilom. Szia!
Mindjárt jövök. Na, találkoztatok? Bizonyám. És mi történt? Ki az a Susan? Ki? Susan, akinek úgy hiányzik a tested. Ez nem lehet igaz. Na, ki az a lány? Senki, hát még csak nem is létezik. Én nem vagyok ebben olyan biztos. Szóval téged is behúzott a csőbe. A zuhanyozóban is együtt voltatok. Susannal? Ne idétlenkedj már! Katerina egyszerűen bejött. De miért hisz neki mindenki? Mert olyan rohadt meggyőzően mondja. Vett egy hazudós! Így van, és ráadásul egy rohadt ravasz kis dög. Vagy ő ravasz, vagy pedig te. Figyelj, mondok neked valamit. Nem történt semmi. De azt hiszel, amit akarsz. Én tiszta vagyok. Uh-huh. Ennyi. Szóval soha nem ismertél semmiféle Susant. De igen, csak hogy az nagyon régen volt. Jóval azelőtt, hogy megismertelek. Értem. Hidd el nekem! Jody! Szia, Effi! Szia! Mit csinálsz? Semmit. Mi a baj? Az, hogy elmentek. Ó, azért majd meglátogatunk. De miért kell elmennetek? Csak, mert muszáj. Tudom jól, amiatt a hülye bátyám miatt. Utálom. Ugyan, dehogy. De igen. Nagy disznóságot művelt. Soha többet nem szólok hozzá. Eláruljak egy titkot? Mit? Nem mondod el senkinek? Nem hát. Köztünk marad, rendben. Nick nem is csinált semmit. De hát kiabáltál, apa meg anyukád látták? Nem, Nick nem csinált semmit. Mindent én találtam ki. Tényleg elmentek? Sajnos igen, drágám. Saját otthonra van szükségünk. Azért, amit Nick csinált, igaz? Nem, egyszerűen csak el kell mennünk. Nick nem csinált semmi rosszat. Sajnos csinált, Effi. Tudom, hogy nem. Nem kellene elmondanom, de mindent Katie talált ki. Tessék? Ő mondta. Ez persze titok, de ez így nem igazság. Nem Nick hibája. Katerina, most végre elégedett vagy magaddal? Tessék! Hogy képzelted? Hogy tehetél ilyen disznóságot? Elárulnád, miről beszélsz? Ugye hazudtál tegnap éjszaka? Tegnap éjszaka? Igaz? Ugye hazudtál? Effi elmondta úgy, hogy most az egyszer megmondhatod az igazat. Ugye hazudtál? Igen. Hogy tehetted? Nem akartam megbántani senkit. De sikerült! Megbántottad az egész családot és engem is. Miért, Katie? Csak azt akartam, hogy újra együtt legyen a családunk. Ne haragudj! Tudom, hogy mennyire fáj ez neked, de ezzel nem segítesz semmit. Ne haragudj! Anya, azért szeretsz, ugye? Persze, hogy szeretlek. Ne haragudj. Meg tudsz bocsátani? Szeretlek. Jaj, jól megkavartam a dolgokat. Mind a ketten. Most mit csinálunk? Nem tudom. Mr. Pulosztól függ. Ugyan, Jody, most olyasmiért büntetsz, ami 100 éve történt. Akkor miért tartottad meg a leveleit? Elfeledkeztem róluk. Kidobod őket? Na? Hol van, kidobom őket, hogyha ezt akarod. Dob ki. Szia, Niki. Szia, apa, mit csinálsz?
Hát azért jöttem, hogy bocsánatot kérjek. Miért? Katerina, meg ami tegnap történt. Szóval elismerte, hogy az ő hibája. Miért csinálta? Hát, tudjátok, ez elég bonyolult. Talán több törődése van szüksége. Én ártatlan vagyok, igaz? Ártatlan vagyok. Te tévesen vádoltál, te pedig nem hittél nekem. Szóval elnézést kért. Nagyon helyes. Na, mit szólsz hozzá? Mit szólsz hozzá? Jól van, na hiszek neked. Helyes, ezt szeretem hallani. Jaj, ez a szerencse napom. Mindenben én nyerek. Nyerő vagyok. Örülök, hogy így érzed. Persze, győzött az igazság, nem? Jody ismét szeret. És az a pokolfajzat örökre eltűnik az életünkből. Tévedsz. Marad. Mi az, hogy marad? Hallottad? Marad. Hová rohanunk? Apa! Na hát azt hiszem, nincs itthon. Nem kell úgy sietni a leckén. Apa! Jól van, rendben van. Gyere. Na? Mit csináljunk? Te mit akarsz? Magunk vagyunk. Igen. És... És akkor? Én nagyon szeretném. Biztos? Igen. Ha te is akarod. Magyar szöveg Pető Klára, hangmérnök Bérci Endre, gyártásvezető Juhász Attila, rendezőasszisztens Egyed Mónika, vágó Gáspár Tamara, szinkronrendező Juhász Anna. A szinkron a Magyar Televízió megbízásából a Videovox Stúdió Kft.-ben készült.